Sziasztok, ez itt a Sóstonoise, a Mozaik kéttagú bandával beszélgetünk. Hogy éreztetek magatokat az esti Sóstonoise-on? Hát, köszönjük szépen, nagyon jól éreztük magunkat, és azt kell, hogy mondjam, illetve mondtam az embereknek is, hogy én nagyon rég voltam Nyíregyházán ilyen jó buliba. Nem is tudom, 4-5 évvel ezelőtt játszottam, talán utoljára úgy, hogy mint Mozaik vagy Daniel, már nem is emlékszem, hogy voltam itt. A DJ-kkel, a DJ válogatottal persze voltunk, ez teljesen más volt, de ilyen jellegű buliba az elmúlt években nem voltam, és tényleg nagyon jól éreztem magam, és csak pozitívat tudok erről mondani. Csak megerősíteni tudom, nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és tényleg meglepő volt, hogy nagyon sok új zenére vevő volt a közönség, nagyon sok más stílusra is vevő volt a közönség, tehát így a house műfajon belül. Úgyhogy én úgy érzem, hogy eléggé saját magunkat tudtuk adni, és reméljük, hogy tetszett az embereknek. A pultból abszolút úgy látszott, úgyhogy örülök, hogy itt lehetünk. Hát igen, mi körbejártuk az egész bulit, mindenki nagyon élvezte. Jön a fesztivál szezon, a nyár, a rajongók hol tudnak titeket leghamarabb, legközelebb megtalálni, hol lesznek fellépések? Hát, amit egyelőre biztosan tudunk, az a Balaton Sound, ahol vasárnap fogunk játszani a Party Arénába, úgy néz ki, hogy fogjuk zárni a Party Arénát, aminek egyébként nagyon örülünk, mert az elmúlt években mindig sikerült úgy játszanunk, hogy a végén játszottunk, és a fanok, meg a haverok, meg mindenki ennek nagyon örült, mert elég jól sültek el, meg elég jól sikerültek egyébként ezek a bulik. Aztán a Szigetről szó van, hogy ott is fogunk játszani, illetve amiről talán tudok, még az az EFOT fesztivál. Egyelőre más fesztiválról így nem nagyon tudunk. Lesznek ilyen kisebbek, amikre megyünk. Talán Gyöngyösön lesz, egyelőre még nem tudom pontosan, hogy mi ezeken kívül, amiket elmondtam. Még a következő kérdés, hogy bírjátok az éjszakázást, ugye ilyenkor biztosan nagyon sok megkeresés, fellépés van nektek is. Hogy tudjátok összeegyeztetni a hétköznapi civil élettel ezt az éjszakai bulizást? Hát, próbáljuk összeegyeztetni, mivel úgy gondolom, hogy szerintem ma már a DJ, illetve a producer dolog az egy életformát jelent, illetve másképp sajnos ez nem is tudna működni. Hát ugye hétvégén most, hogy kezd bejönni a nyár, tehát a nyári szezon, illetve a fesztivál szezon, ezt inkább úgy mondjuk így egyre sűrűbb lesz, illetve most is az elmúlt két napban folyamatosan zenéltünk, a következő két napban is folyamatosan zenélni fogunk. Hétfőtől péntekig bennülünk a stúdióba, de szeretjük ezt csinálni, és én szerintem amíg szeretjük, addig erre a dologra soha nem úgy fogunk tekinteni, mint egy munka, vagy egy feladat, amit rossz szájízzel végzünk el. Úgyhogy megmondom ezt, én kifejezetten örülök neki, hogyha minél több zenét tudunk csinálni, és minél több buliba tudunk zenélni, ahol le tudjuk játszani azokat a zenéket, amit a stúdióba készítünk. Igen, és akkor ugye itt látszik a fellépések számán, az a rövid idő alatt elért sikereknek a számán, hogy ti elég sikeres banda vagytok, és hogy mi a sikertitka, meséltek erről, hogy hogyan tudtatok ilyen rövid idő alatt ilyen nagy sikerre szert tenni? Hát azért már elég régóta benne vagyunk a szakmában, szóval nem tudom, hogy akik ismernek, igen, 2002 óta, úgyhogy ha kicsit visszaszámolsz, akkor 13 éve, vagy nem is tudom már mennyi, 12 éve csináljuk ezt az egészet, kisebb-nagyobb sikerekkel. Én úgy gondolom, hogy folyamatosan, nem is tudom, lépést tudunk tartani a korral, illetve hát próbáljuk a kort megelőzni, illetve próbálunk olyan jellegű dolgokat csinálni, amit egyelőre más nem csinál, és nem is tudom, hogy ez pozitív dolog, vagy negatív dolog, de mi mindig próbálunk előre tekinteni, és próbálunk valami más csinálni, mint mások, szóval hogyha éppen bejön egy hangzás, akkor nem valószínű, hogy arra fogunk váltani, illetve azt fogjuk másolni, hanem inkább próbálunk valami mást kitalálni. Igen, amikor ben vagyunk a stúdióba, akkor egyébként nagyon sok zenét próbálunk hallgatni, nagyon sok művészt figyelünk, hogy mit csinálnak, de ezek az aktuális trendek, ezt azt mondom, hogy inkább csak így figyelem szempontjából érdekesek nekünk. Én mindenkinek azt tanácsolnám, aki zenével szeretne foglalkozni, hogy próbálja a trendeket figyelni, de mindenféleképpen egy olyan összetevőt kell hozzáadni a zenékhez, ami saját magunkból ered, és tehát ez alatt 12 év alatt azt mondhatjuk, hogy a Mozaik siker az ebben rejlik, hogy mindig hozzáadtuk a saját magunk hangzását, illetve gondolkodását a zenékbe, és ez néha vagy működött, vagy nem, hál' Istennek javarészt működött. Igen, és hát ugye a magyarországi közönség mindenhol tártkarokkal várt titeket. Egyébként külföldi megkereséseket, vagy külföldi fellépéseket, vagy zenéléseket terveztek a közeljövőben?
Mindenféleképpen tervezünk. Most teljesen új brigáddal dolgozunk együtt, ami a nemzetközi dolgainkat érinti, a production részről is, a mozaik kiadványokat, illetve mozaik remixeket külföldről menedzselik, illetve hát a booking dolgainkat is úgy néz ki, hogy ez a csapat fogja csinálni. Hát reméljük, hogy itt az elkövetkező jövőbe több külföldi fellépés lesz. Az elmúlt években azért voltak szép számmal, reméljük, hogy azért idén is, meg innentől kezdve azért ez jobban megindul. Igen, hát hogy lényegében pont pár hónappal ezelőtt sikerült egy olyan csapathoz, olyan csapattal együtt dolgoznunk, aki mellett úgy érezzük, hogy tényleg ezek a dolgok, amiket elképzeltünk, ezek megvalósításra fognak kerülni, és tényleg én abszolút optimistán állok hozzá, hogy tényleg így a muzaik így egy nagyon jó jövő felé tekint, és nagyon jó megjelenések, nagyon jó kiadóknál, és tényleg egy nagyon jó csapat van mögöttünk most jelen pillanatban. Hát mi srácok, bízunk a sikereitekben, nagyon szépen köszönjük, hogy szántatok ránk időt, további sok sikert! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen.